Köszöntöm nézőinket, Jela Jászmin Grace vagyok. Önök Kaposmenti magazinunkat látják. Mutatom, mivel készültünk a következőkben. Illyés Gyula születésének 120. évfordulóját ünnepelték Dombóváron. Sportosan zárták a Mártonnapi rendezvény sorozatot Kocsolán. Nyílt nap keretén belül mutatta be szolgáltatásait a dombóvári szervezet. A Virágos Magyarország első helyezéssel ismerte el a Kapospulai kert tulajdonost. A Dombóvári Gimnázium a névadó Illyés Gyula születésének 120. évfordulója alkalmából szervezett ünnepséget. Az évforduló alkalmából arra kérték a diákokat, hogy a háromszoros Kossuth díjas magyar költő szabadon választott művéhez készítsenek illusztrációt. Számos pályamunka érkezett a felhívásra. A Dombóvári Gimnázium egy maradandó élményt adó ünnepség keretében emlékezett meg névadójáról. Az intézményben ez alkalommal két kiállítás is megtekinthető volt. Az ünnepi műsornak pedig az iskola első emelete adott teret. Az intézmény tisztességgel és megbecsülésre szeretne emlékezni Illyés Gyulára, névadunk 120. születésnapi alkalmából, és ennek a mai napnak az emlékezésen túl különleges, speciális adottságai és aktualitásai is vannak. Erre a napra illesztettünk, szerveztünk egy olyan festészeti és rajzos pályázatot itt az intézmény diákjai köréből, ahol az volt a cél és az volt az elképzelés, hogy Illyés Gyula versekre, azoknak a hangulatára írjanak és készítsenek különböző illusztrációkat, és ezek látszanak mögöttem a falon. A legjobban sikerült alkotásokat jelképesen a mai nap fogjuk átadni. Ha valaki megtekinti ezeket a műveket, akkor láthatja, hogy nagyon-nagyon mély gondolatiságot közölnek, akárcsak a költő művei. Tehát én nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen sok kreatív, gondolkodó, ügyes diákunk van. És emellett avatni fogjuk Vajnai János nyugalmazott középiskolai tanárnak azokat az illusztrációit, rajzait, amelyeket ő Illyés Gyulával kapcsolatos helyszíneken, illetve az életrajzával összefonódó fontos településeken készített. A művek jelentős része szintén vers illusztráció is, tehát egy hangulatot, egy költeménynek a hangulatát próbálja meg elkapni, és bennünk valamiféle impressziót kiváltani. Megmondom őszintén, kevésbé népszerűre számítottam, tehát nagyon elégedett vagyok. Intézményünk vizuális kultúra, tehát lánykori nevén rajszakos tanára, Pap Gabriella fogta össze ezt a pályázati tevékenységet. Ő tart olyan rajz-vizuális szakkört, ahol több évfolyam is képviseltetve van, és én úgy tudom, hogy több mint 20-an voltak a jelentkezők, és ezek közül a 12 legjelesebb alkotás kerül ma kiállításra. Az intézmény névadójának, Illyés Gyulának munkásságára nagyobb hangsúlyt fektetnek az iskolai oktatások alkalmával. Legalább annyi lehetőségünk van, és ez elvárás is a mindenkor iskolavezetés részéről, hogy ma már például a magyar nyelv és irodalom érettségén bizonyos költők és írók, szerzők pályaművei, pályaképei, művei nem kötelezőek. Nálunk természetesen a névadó hagyadéka és a névadó művei szerepelnek a követelményekben. Azt nem mondom, hogy mindig minden művét szívesen olvassák a diákok, mert főleg Illyés prózai alkotásait tartom én is nagyon-nagyon nehezen emészthetőnek, de az Egy gondolat a zsarnokságról című óriási versét, ami magán meggyőződésem szerint a magyar irodalom egyik legtökéletesebb verseinek egyike, természetesen ismerik a tanulók. Az Illyés életének meghatározó helyszíneit végigkövető akvarelleket adományozó Vajnai János nyugalmazott középiskolai tanár ez alkalomra írt gondolatait Szabó Lóránd, az iskola egykori diákja tolmácsolta. Az irodalmi megemlékezés alkalmával a magyar költő, író, drámaíró életútját is felelevenítették. Élete során szemtanúja és résztvevője volt meghatározó magyar és világtörténelmi eseményeknek. Műfajok sokaságát felvonultató változatos, sokszínű életművek 22 vastag kötetből áll. Szerkesztőként a Nyugat, a Magyar Csillag a Válasz irodalmi jelentőségéhez járult hozzá. Az író születésének 120. évfordulója alkalmából számos irodalmi mű és dal csendült fel a gimnázium folyosóján. Ha én kapu volnék, mindig nyitva állnék, akárhonnan jönne, bárkit beengednék, nem kérdezném tőle,
A gimnázium egyik diákja, a magyar költő egy Csápatnő egy kis szobában című költeményét szavalta el a megjelent vendégeknek. A hölgyben, egy kis házban, akkor szédült nehéz kínra anyák. Elképzelem a téli tájat és azt az éjszakát. Egy Csápatnő egy kis szobában, s körül a komor hegytetők ormán, villogó koronákként lobogó temetők. Körül a halál diadalma. Gyertyás, kísértő ünnepély. És lent egy váratlan sikoltás a barázsföld ölé. Fönn sírás, tompa jaj, harangszó. És lentről a völgy, mint belegtenyér, fölnyújt, vigaszul egy cső, sikongó életet. A gimnázium intézményvezető helyettese, Gyarmati Gyöngyi megköszönte a művészdiákoknak a változatos alkotásokat, a közleműködőknek és a felkészítő pedagógusoknak pedig a színvonalas műsort, amellyel megemlékeztek Illyés Gyula születésének 120. évfordulójára. A kiállítás megnyitott követően a résztvevők megkoszorúzták a gimnázium főbejárata előtt látható Illyés szobrot, majd felkeresték a költő tiszteletére emelt kopjafát, ahol elhelyezték az emlékezés mécseseit. A Kocsoláért közalapítvány tavaly szervezte meg először Márton napi esti tájfutó eseményét. A szervezők azt szerették volna, hogy minél több embert bírjanak mozgásra. A cél idén sem változott, a választható távok és pályák azonban igen. Az első rendezvényükön két távot kínálta a résztvevőknek, az idei alkalom 6 pályát tartogatott az érdeklődőknek, amelyekbe két bátorságpróbát is belecsempésztek a szervezők. Kocsolán többnapos programsorozat kapcsolódott a Márton naphoz. A szokásos lámpás felvonulás mellett egy tavaly életre hívott esemény is várt az érdeklődőkre, amelyhez meg kellett várni, hogy besötétedjen, hiszen a Kocsoláért közalapítvány mártonnapi tájfutásának különlegessége, hogy az sötétben zajlik, ezáltal még több izgalmat tartogatva a résztvevőknek. Igazából az ötlet az már a hagyományos mártonnapi felvonulásból indult, és ehhez kapcsoltuk hozzá ezt a futást, hogy mielőtt az emberek télire elvackolnák magukat, akkor egy kicsit megmozgassuk és összehozzuk egy kicsit a falu népét. Tavaly kezdtük, úgyhogy ez most a második rendezvényünk. Igazából tavaly még egy ilyen kezdődő stádiumban volt a dolog, de elég sokan eljöttek, és nagyon-nagyon jó visszajelzések jöttek, és én úgy gondolom, hogy idén már sokkal többen jelentkeztek, jelezték a futási szándékukat. Szerintem most már miután kipróbálták tavaly, és szájról szájra adták a tapasztalatokat, én azt gondolom, hogy nagy lesz az aktivitás. A rendezvény szervezői a mozgás fontosságának hangsúlyozása mellett a környezet tudatosságra is rávilágítottak az esemény alkalmával. Nagyon szeretnénk, hogyha környezettudatos lenne, tehát semmilyen szeméttel nem fog ez az egész járni. Másrészt pedig valamilyen mozgást mindenkinek végeznie kell, és ehhez több alternatívát kínálunk, illetve idén kitaláltam, hogy legyen bátorságpróba is a dologba, mivel hogy sötétbe este futunk, és egy más megvilágítást ad ez a falunak tulajdonképpen, hogy hát ha lesz az embereknek bátorságuk egy ki tudja mivel teli vödörbe belenyúlni, és onnan kupakot kihalászni, és aki két kupakkal tér vissza, mert kettő bátorság próba lesz a kihelyezett területen, az fog tombola szelvényt kapni, és a tombola főnyereménye pedig egy élő liba lesz. Egy egyszerű kis saját készítésű libás érmet szándékozunk a távokat teljesítőknek adni, és hát remélhetőleg sok-sok fog összegyűlni az évek során. Az érmek száma behatárolt, ezért szerettem volna megkérni a lakosságot, hogy jelezzenek előre, és nagyon szépen teljesítik is, igen, jeleztek, sokan jeleztek, hogy jönnek. És most már gyülekeznek is. A résztvevők számára a távok tekintetében több alternatívát kínáltak a szervezők az esti tájfutás alkalmával Kocsolán. 6 különböző pálya van, 4 kis pálya itt az udvaron, ezt úgy hívjuk, hogy svéd pálya, és az a lényeg, hogy a térképen egy útvonalat kell hibátlanul a gyerekeknek vagy a felnőtteknek teljesíteni csippel, és akkor ezt számítógéppel tudjuk látni, hogy mennyi idő alatt teljesítette, illetve hogy
hibátlan, vagy hibázott, nem hibázott, és van két nagy pálya kint a faluban, egy 3 pontos és egy 5 pontos, ami különböző izgalmas helyekre van kitéve, és vannak sötétebb, sikátorosabb, vagy erdős részek, és ott hát meg kell találni a pontokat, kint van a fán az erdőben. A nagy pálya az szerintem ilyen 2,5-3 kilométer, a kis pálya az mondjuk egy 1,5 kilométer, tehát mondjuk egy jó Cooper-teszt futás. Pont azt itt a kolléganővel beszéltük, hogy mondtam, hogy szerintem olyan 12 perc körül lesz a győztes idő, úgyhogy annyi a Cooper-teszt, majd meglátjuk. A tájékozódáshoz természetesen térképet kaptak segítségül a mártonnapi futás résztvevői, ez alapján kellett megtalálniuk a csipleolvasó pontokat. A légifotó alapján, amin rajta van a falu madártávlati képe, és akkor az alapján be vannak rajzolva az ellenőrző pontok. Annyi az érdekesség, hogy nincs kötött útvonal, hanem szabad pontfogás van, tehát mindenki olyan irányból keresi meg a pontokat, vagy teljesíti, ami neki szimpatikus. Sikeres volt tavaly nagyon a történet, tavaly egyetlen egy pálya volt, és két irányba forgott, tehát mind a két irányba lehetett megcsinálni, most egy kicsit módosítottunk meg, tavaly nem csippel ment a kinti futás, mert most a kinti is elektronikus rendszerrel történik, hanem akkor voltak úgymond pontőrök, és akkor azok a menetlevélen igazolták, hogy ott járt a csapat, vagy a család, vagy akár az egyéni versenyző. A versenyzők közül többen voltak olyanok, akik a tavalyi rendezvény tapasztalatai után döntöttek úgy, hogy idén sem hagyják ki ezt a szórakoztató mozgásformát. A szervezett futás máskor is visszaköszönt Kocsolán, mint mondják a helyiek. Nagyon jó társaság és élményt nyújt ez az egész, és hát évente egyszer ezt megünnepeljük, összejön a kis falunak az apraja, és beszélgetünk egyet, teázunk, ha szilveszterkor szokott lenni forradbor, ez is nagyon finom szokott lenni, és egyszerűen jó. Szeretek ugye futni meg, ugye járok atlétikára is, meg hát ugye itt van majdnem az egész falu is. A helyiek számára ez a rendezvény is egy remek lehetőség volt arra, hogy a hétköznapok szürkeségéből kizökkenve barátokkal, ismerősökkel töltsék el az időt. A sötétség beköszöntével egy rövid eligazítást követően vette kezdetét a mártonnapi tájfutás, amire idén is sokan voltak kíváncsiak. A megfáradt futókat meleg teával, zsíros kenyérrel látták vendégül a rendezvény végén. Lassan egy éve, hogy megnyitotta kapuit az új esélyközpont Dombóváron. A baptista tevékeny szeretett misszió fenntartásában álló intézményben szenvedélybeteg és pszichiátriai ellátás mellett egyéb más szolgáltatásokkal is várják azokat, akik erre igényt éreznek. Legutóbb nyílt nap alkalmával mutatták be a náluk folyó munkát. Ingyenes programokkal várta az új esélyközpont Dombóváron az érdeklődőket. Az Ady Endre utcában található intézménybe kaptak betekintést azok, akik betértek hozzájuk. A nap folyamán a szeretett reggeli mellett ebéddel is készültek a szervezők, a számos programon túl. Ebben az évben második alkalommal rendeztük meg a nyílt napot városi szintű rendezvényként. Szeretnénk egy picit bemutatkozni Dombóváron, ugye egy éve leszünk lassan nyitva, és még mindig azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan nem tudnak rólunk, úgyhogy ez pont jó alkalom arra, hogy megismerjenek bennünket. Ez egy hónapos szervezést igényelt mindenképp. Meg kellett keresni a mentősöket, a rendőröket, kellett önkénteseket szerezni, sikerült szereznünk szakácsot, aki készíti ebédre a babgulyást, illetve a nagycsaládosokkal együtt sikerült ezt a napot így összehozni. A rendőrség és a mentőszolgálat örömmel tett eleget az új esélyközpont megkeresésének. A két szervezet munkájával és eszközeikkel is ismerkedhettek a nyílt nap résztvevői, de ezen felül egyéb programokkal is várták az érdeklődőket. Gyerekeknek csillámtetkó, kézműves program ott bent készül, egészségfelmérés van az ESI, az egészségfejlesztési iroda jóvoltából, tökfaragás, kézműves program, szeretett reggeli, tehát lehet nálunk reggelizni, tea van, illetve ebédre készül a gulyásleves. Ma bárki előtt nyitva áll az intézmény, azért nyitott programként hirdettük, tehát kortól és nemtől függetlenül bárki bejöhet ma az intézményünkbe erre a programra. Az idei év márciusában nyitotta meg hivatalosan kapuit az új esélyközpont Dombóváron, ahol pszichiátriai és szenvedélybetegeket látnak el az év minden napján. Az intézmény reggel 8 órától délután 4 óráig áll a rászorulók rendelkezésére. Jelenleg 110 emberrel dolgozunk, tehát
maximális létszámmal működik az intézmény, de én azt gondolom, hogy még mindig van olyan része a városnak, akik nem tudnak rólunk, és bár nyilván minden szervvel kapcsolatban állunk, de a lakossághoz még mindig nem jutottunk el teljesen. Pszichiátriai szenvedélybetegekkel foglalkozunk, ugye szenvedélybetegség alá nagyon sok minden tartozik, van, aki azért keres meg minket, mert például a dohányzásról szeretne leszokni. Nyitott intézményként működve igazából bármilyen problémával meg lehet minket keresni, attól, hogy valaki nem ellátott, attól még az igényeit ki fogjuk szolgálni, és nyilván amiben tudunk segítünk, illetve az ellátottaknak vannak különböző programok, egyéni beszélgetések, csoportfoglalkozások, nekik van külön kézműves program, illetve amiben tudunk segítünk, tehát munkakeresés, önéletrajzírás, tehát nagyon széles a skála. Teljesen térítésmentes, tehát a szolgáltatásaink teljesen ingyenesek. A délelőtt folyamán a központ udvarán az Életfa Nagy Családos Egyesület tökfaragással készült a vállalkozó szellemű látogatóknak. Az arcot öltött tökök pedig a futóegerek halloweeni eseményét világították be. Dombóvár kis város, tehát azért nem nagyváros, de mégis kicsi, és úgy gondoljuk, hogy az embereknek látni kell az összetartást, főleg ebben az időben, és ki más tudna ezt jobban bizonyítani, mint a civilek. Úgyhogy mi úgy döntöttünk, hogy minden rendezvény, ahol gyermekek érintettek, és már pedig mindenben érintettek a gyermekek, részt veszünk. Az új esélyközpont létezésének híre már a többekhez eljutott már. A helyiek örömmel látogatják az intézményt nap mint nap. Mint mondják, rengeteg segítséget kapnak az itt dolgozóktól. Egymást szokjuk mindig tájékoztatni, és akkor nekem is szóltak, én is eljöttem, és nagyon aranyos hölgyek vannak itt, és jó kis csapat összejön, én nagyon szeretem így a társaságot, és akkor hát sok minden jó dolog, foglalkoznak velünk, vagy éppen bánatunk van, vagy valami, akkor elmondjuk, meghallgatnak bennünket, ebédet kapunk, az se rossz szempont, van olyan, hogy mosás is, és többféle ilyen van, ami az embernek már ebben a korban úgy jó esik. Nagyon sok fejlődés tart ennek a dombóvári lakosságnak, és rengeteg lehetőség van arra, hogy fejlődjön a Dombóvár, úgy a gyerekek szempontjából, idősek szempontjából, adományt kapnak, étkezés, és ez egy szuper, nagyon jó megoldás a dombóvári csoportnak, és köszönjük ezt a lehetőséget az összes intézmény dolgozóinak. A baptista tevékeny szeretet misszió üzemeltetése alatt álló dombóvári új esélyközpont célja, hogy a nehézségekkel, függőségekkel vagy pszichés betegségekkel küzdő emberek hatékony szakmai és lelki segítséget kaphassanak. Több évig gondozatlan kertből varázsolt csodát a Kapospulán élők metyóházas pár. Az elvadult dzsungel igazi kihívást jelentett számukra, de rövid időn belül látszott a belefektetett sok munka, amit egy országos első helyezéssel is díjaztak. A kert 2019-es beköltözésük óta is folyamatosan változik, épül, szépül. A munka, mint mondják, soha nem ér véget, de minden egyes belefektetett pillanat örömet is okoz számukra. A természet minden évszakban más arcát mutatja számunkra. A kert tulajdonosok általában törekednek rá, hogy a legszűkebb környezetükben is hasonlóképpen legyen ez. Egy udvar folyamatos munkát követel meg tulajdonosától, ki így, ki úgy gondozza. Van, aki megelégszik a füves területtel, van, aki a lehető legtöbb növényt szeretné viszont látni kertjében. Így van ezzel Krisztina is, aki 2019-ben költözött Kapospulára, azóta pedig csodát műveltek férjével a több éven parlagon fekvő területtel. A hirdetéseket nézve találtam erre a házra. Ez egy 6 éve lakatlan ház volt, ehhez mérten rettentő dzsungeles kerttel. Hát első látásra beleszerettünk, és 2019-ben ide is költöztünk, első évben a felújítással foglalkoztunk, és aztán 2020-tól kezdődött gyakorlatilag a kerttel való foglalatoskodás. Hát itt mellkasig érő gaz volt, a járdák nem látszottak, tehát annyira be volt mindennel futva. És nagyon apránként kezdtünk neki, tehát először ugye a gazmentesítés volt a lényeg, és aztán kis területeket próbáltam kialakítani, és hát így jutottunk el a jelenlegi állapothoz. Dabasról költöztünk, ott is egy nagyon szép kertünk volt, tehát én nekem nagy szenvedélyem a kert, és onnan nagyon sok növényt átmentettem ide, tehát amikor már tudtam, hogy költözünk, akkor azért szedegettem ki a növényeket, és nagyon szeretem is szaporítani őket. Én az évelőket kedvelem nagyon, a rózsákat, hortenziákat, tehát leginkább ezek találhatóak meg itt a kertben. Azt szerettem volna, hogyha egy harmonikus látvány és egy kezelhető kert van, tehát a gyep az azért egy kertnek tartozéka, de nagyon szeretem az íveket például, tehát azokat mindenhol próbáltam kialakítani, és a színeket is.
Na most a színeknél azért eléggé behatárolt vagyok, tehát én nem nagyon kedvelem a sárgát és a pirosat, az nem is nagyon fellelhető itt nálam, a rózsaszínek, fehérek, lilák. Tehát igazi koncepció nem volt, tehát ez ilyen mindig ilyen ösztönszerűen alakult, tehát egyik napra a másikra kitalálok egy új ágyást, és akkor nekiesek. Tehát semmilyen konkrét nagy volumenű terv nem volt előre. A sok aktívan kertben töltött idő pedig mára meghozta a gyümölcsét. A gazmentes gyepet régi bontott tégla szegélyezi, ez választja el a virágok sokaságától. A tekintetet vonzó ágyásokba évelők és cserjék kapnak helyet. A nagymamáim is nagyon szerették a kertet, illetve hát akkor mindenki szerette a kertet, és kénytelen is volt kertészkedni, de az egyik nagymamámnál egy csodálatos kis ilyen dzsungeles virágos kert volt a ház előtt, tehát ilyen kis ösvényeken lehetett közlekedni, és nem is értük fel a virágok tetejét. Én azt gondolom, hogy én akkor ott megszerettem a növényeket, a virágokat, és kiskorom óta mindig a szobámba is nevelgettem szobanövényeket, tehát ez így jött, és egyre erősebb szerintem a kert szeretet nálam. Volt már pár nagyon kellemes érzésünk ezzel kapcsolatosan, mert többször nyertünk már ilyen kert szépségversenyt. A Csodakert újságban például az első magyar kert, amilyenk volt. És tavaly volt a Virágos Magyarországnak egy kiírása privát kertekre vonatkozóan, és ott hát, mivel csak 2 éves volt a kertünk, azért elég félve küldtem be a képeket, de nagy örömömre első helyezést nyertünk. Ott méltányolták nyilván azt is, hogy ez egy nagyon új kert, és egy nagyon komoly szakmai zsűri volt az, aki elbírálta a pályázatokat. Képeket kellett beküldeni, majd volt egy szűkítő rosta, azon is átjutottunk, akkor kértek be még több képet mindenféle beállításból. Nyilván egy tavaszi képet küldtem be, mire a zsűri hozzánk elkerült, az már ősz volt, tehát ilyesmi idő volt, akkor azért nem egy színpompás kert van, de nagyon sok dicséretet kaptunk, tehát ők tényleg a szakmában vannak benne, és nagyon sok tanácsot adtak, és hát nagyon megdicsértek minket, hogy itt tartunk ezzel a kerttel. Az udvar minden szegletében talál valamit az ember, ami magával ragadja a tekintetet. A nagy gondossággal kiválasztott kiegészítők pedig még érdekesebbé teszik a sok gondoskodást igénylő kertet. Nyilvánvaló egy kertésznek az a saját magának készíti, szerintem elsősorban a kertet, vagy a családjának, meg a személynek. Tehát én imádok kinézni a ház bármelyik ablakán, mert egyrészt gyönyörű helyre költöztünk, ez egy csodaszép kis falu, és most már hogy a kertet is így látom, hát nekem ez a maximum. Tehát az csak egy plusz, hogyha az embert még így elismerik valamilyen díjjal. Az ötletek sosem fogynak el. Ahogy az évszakok változása, úgy a mindig új ötletek is folyamatos változást jelentenek a Kmetyó házaspár kertjében. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!